a náci elit osztag, az SS, és egy a torz ötleteiken alapuló pogány vallási szertartás. A náci párt nem egy hagyományos értelemben vett politikai párt volt. Kultusz volt, kultusz, melynek lényege az agymosás. Értelmeznünk kell ezt a hiedelmi rendszert. Hogy gondolkodtak a nácik? Meg kell próbálnunk valahogy belenézni a fejükbe. Ez egy olyan terület, amit a történészek nem szívesen vállalnak fel. Nem akarnak belelátni a fenevad belsejébe. Az SS kultusza egy letűnt, sötét világ felélesztéséről álmodik, amelyben az árja szupermenek varázserővel rendelkeznek. Az alsóbrendű fajok pedig a rabszolgáik, amiben a pogány isteneket vérrel engesztelik. És a Szent Grál hatalma az erőforrás, amely legyőzi Adolf Hitler ellenségeit. Ma ez hihetetlenül abszurd, de mégis hihető, mivel az ember mindig is hitt a hihetetlenben. Az SS a főhadiszállásául szolgáló várból a tibeti ős szupermen keresésére indul, hogy felleljék őseik varázsfegyvereinek maradványait. Hogy bizonyítsák, ők a legfelsőbb rendű faj, és hogy arra hivatottak, hogy uralkodjanak a világ felett. Ezek az emberek hajtották végre a világon valaha ismert legkiválóbb hadműveleteket, pedig pszichotikus emberek voltak, nem igényeltek tudományos bizonyítékot arra, amiben hittek. 1933-ban hatalomra jut az Adolf Hitler vezette náci párt, és az egész világot megfertőzi az ördöggel. Itt az idő, hogy felüssük a náci evangéliumot. A náci evangéliumok. A náci evangélium igazolta a vérontást. Kastély a hitleri Németország szívében. Rendkívüli szertartás veszi kezdetét. Az SS testvéri közösségébe felvett új tagok beavatási ceremóniája. Beavatás, amely a náci hitvallás megtestesítője. Egy új, sötét hit evangéliuma. Gyakorlatilag felér egy sátánista szertartással. Ugyanakkor felszabadító is, mert immár nem kell más vallási szertartásokkal bíbelődni. Ezen keresztül szakítanak minden vallási dogmával. Mintha oldalakat tépnének ki a történelem könyvéből, és újakat tennének be a helyükre. Ez az egész náci mozgalom lényege. Szertartásokat egy ember parancsára tartanak. Ő Heinrich Himmler, SS parancsnok. Himmler ötlete volt, hogy hozzanak létre egy új kultuszt, egy új államvallást, és ez a vallás papsága az SS. Az SS megtestesít mindent, amiben a nácik hittek. Fiatal SS tiszt áll az oltár előtt. Mellette a náci kultusz egy újonca. A pogány pap a kezébe ad egy tört, ami az SS testvéri szövetségébe történt felvételét jelképezi. Aztán kenyér és só, a német faj és haza jelképeként, melyek védelmére esküdött fel az SS. A szertartás csúcspontjaként kapnak egy másolatot a náci Bibliából, aminek szerzője a náci kultusz prófétája és egyben istene, a Führer, Adolf Hitler. Az egész vállalkozás csúcsán Hitler áll, az új politikai messiás, aki majd megmenti Németországot. Hitler 1933. január 30-a óta Németország ura. Ha Hitler a náci kultusz atyaistene, Heinrich Himmler a főpapja. A nácik hatalomra jutása előtt az elitvédő osztag, azaz a Schutzstaffel parancsnoka, ami a történelemben a kezdő betűiről válik ismerté. SS. Himmler a náci evangélium főszerkesztője, és ezek az ő szavai.
El kell számolnunk a kereszténységet. Ez a legnagyobb csapás, ami sújthatott minket a történelem során. Ez gyengített minket az összes konfliktusban. Himmler az egyik kulcsfontosságú figura. Hitler után neki van a legnagyobb hatalma a harmadik birodalomban, s valóban elit alakulatot csinál az SS-ből. Több ezer éve e szőke faj küldetése, hogy uralkodjon a földön, hogy újra és újra elhozza a boldogságot és a kultúrát. Az SS-szertartás Himmler legnagyobb álmának előkészítése. Hogy világszerte elterjessze a náci evangéliumot. A szertartás egy pogány náci esküvő. Ellentétben a korábbiakkal, két ember akkor házasodhat össze, ha erre alkalmasnak és genetikailag egészségesnek bizonyulnak. Két szőkehajú, kékszemű német fiatal, az ideális pár Himmler szerint. Házasságuk az első számú és legfontosabb náci hittétel, a felsőbbrendű faj evangéliuma. A felsőbbrendű faj evangéliuma. Az 1800-as évek vége. Németország az okkultizmus bűvöletében él. Mindenféle szeánszok korszaka volt ez. Nagyon trendinek számított meghívni egy médiumot, hogy vacsora után halottak szellemeivel társalogjanak. Ezrek lesznek titokban okkult társaságok tagjai. Az emberek végre kiléphettek kicsit a viktoriánus szobák meglehetősen merev formalitásából, beszélgethettek a keletről, a hindukról, a fakírok csodálatos képességeikről, akik lebegnek a levegőben, meg hasonlók. De nem csak a németeket vonzották az okkultizmus rejtélyei. A titkos társaságok elharapózása nem csupán Németországban, hanem az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és más európai országokban is jellemző volt. New Yorkban vagy Londonban az egész olyan ártalmatlannak tűnik. Nem úgy Németországban. Összekeveredett a német folk, azaz a nép régi, tradicionális felfogásával, miszerint a németek egy kiválasztott, titokzatos eredetű nép. A titkos társaságok Németország és Ausztria szerte arra a kulcskérdésre keresik a választ, hogy ki is a német nép. A válaszuk, a németek egy ősi faj, nevezetesen az árják leszármazottai. Az árjaság lényege a külső megjelenés. Erősek, erőteljesek, izmosak, szőkék és bátrak a csatában. Olyan, mint egy képregény. Szuperhősök, szupermenek lesznek. Az árja mitológiát gyártók úgy írják le az új típusú harcost, mint a zsákmányért és a prédáért küzdő szőke bestiát. Szuperhősök, szőkék, erősek, kultúrateremtők, határozottan felsőbbrendű faj. Ami ténykérdés, soha nem létezett olyan, hogy árja faj. Ez azonban nem akadálya annak, hogy kialakuljon az árják köré épített mítosz. Egyesek szerint Tibetből vándoroltak Észak-Európába. Mások szerint Atlantisból, az elsüllyedt városból, vagy a Thule nevű rejtélyes szigetről. Thule egy ókori sziget, az északi paradicsom, ahonnan állítólag az árja nép származik, ahol az árja nép állítólagos gyökerei vannak. Hideg, havas, jeges mennyország. A kultuszban Thule a Bibliában szereplő trópusi édenkert északi megfelelője. Thule a tradicionális értékek bástyájának ötlete, amit újra fel lehet fedezni, újra exportálni lehet Németországba és a modern világba.
Az ősi árjákról terjengő elképzelések egyre meghökkentőbbek és egyre népszerűbbek. Egy szertartáson egyenesen azt állítják, hogy az árják istenek voltak. Azt sugallják, hogy ezek az istenek különleges hatalom. A telekinézis és a telekommunikáció birtokában vannak. Azaz isteni erejük a gondolat átvitelen alapul. Mint az ősi árja istenek leszármazottai, a kultisták hiszik, hogy a modernkori németek egy nap ismét birtokába juthatnak-e hatalomnak. Az volt az elképzelésük, hogy az emberi szervezetben van egyfajta bioelektrikus energia, amit a megfelelő módszerekkel és a megfelelő rituálék által lehet megtalálni és előhívni. Elméletük szerint csak bizonyos emberi csoportok rendelkeznek ezzel a szent energiával, amit odairányítanak, ahová csak akarnak. Ha a szertartásokon vagy az előhívások alkalmával valaki megtanulja használni ezt az energiát, megállíthatatlan lesz. Nem lesz szüksége hagyományos fegyverekre. Csak közvetlenül az ellenségre irányítja az energiát, és megsemmisíti vele. A kultikusok szerint az árják egy kardinális bűn miatt veszítették el a képességeiket. A vér keveredése miatt, a fajok keveredése miatt, mivel az eredetileg isten árják gonosz és ostoba módon alsóbbrendűekkel keverték a vérüket. A kultikusok szerint a fajok keveredése miatt lettek az árjákból átlagos halandó emberek. De persze még így is ők állnak a fajok hierarchiájának csúcsán, a világ összes többi népe alattuk van. Itt van ez az ötlet, hogy egy felsőbbrendű fajtagjai vagyunk. Rettentő csábító, egyben persze nagyon ijesztő is. Az ilyen nézetekben benne van a különböző fajok létezése, amik meghatározzák a génállományt, meghatározzák a kultúra romboló típusokat, és a zsidók ennek a sajátos lényskálának a leges legalján vannak. Az elvetemült rasszista hierarchia két vége, az árják és a zsidók, örök konfliktusra vannak ítélve. Az, hogy teljesen irracionális ez az egész, még nem jelenti azt, hogy nem lehet komolyan venni. Azt hiszem, ez abból a szempontból nagyon lényeges, hogy ezeket az elméleteket rengeteg racionálisan gondolkodó német is magáévá tette. 1918. Németország az első világháború katasztrofális vereségét próbálja kiheverni. Egy reményt vesztett, megalázott nép egyszerű válaszokat keres, és szélsőséges gondolatok szüremkednek be a közgondolkodásba. Az árja kultuszt ápolók száma gyorsan gyarapodik, és 1919-re az egyik mozgalom tagjai politikai pártot alapítanak. Az új párt gyorsan növekedik. Német Nemzeti Szocialista Munkáspártnak nevezik magukat, vagy ahogyan jobban ismerik, a náci párt. A náci párt a titkos árja kultuszból merítette és ápolta az árja faj felsőbbrendűségébe vetett hitét. Az árják a legfelsőbbrendű faj, és van egy alapvető gonosz ellenségük, a zsidók. Ez az alapgondolat, azaz az árják és árnyékuk a zsidók szembeállítása lett a náci ideológia központi része. A pártba elsők között lép be egy 30 éves egykori tizedes, aki az első világháborút megelőzően sikertelen művészként élt Bécsben. Karizmatikus és könyörtelen. Gyorsan a párt vezetőjévé válik, majd bámulatos sebességgel hatalomra juttatja a nácikat. A neve Adolf Hitler. Az SS elit katonái mindenki közül a legelkötelezettebb és legfanatikusabb nácik. Ők adják Adolf Hitler hatalmának gerincét, minden ellenkezőt megfélemlítenek. De ezek az SS tagok nem pusztán katonák, hanem papok is, akik a második náci evangélium szerint élnek. Az SS evangéliuma. A teutoburgi erdő Németország kellős közepén.
1933-ban az SS vezére Heinrich Himmler idáig utazik, hogy rátaláljon a náci kultusz spirituális központjára. Úgy dönt, hogy az 500 éves kastély tökéletes hely lesz. A Wewelsburgi várkastély. A kastély elhanyagolt állapotban volt, ám hamarosan megkezdődtek a felújítások. Az északi torony tervei voltak a leglátványosabbak és a legambíciózusabbak. Himmler az északi toronyban építette meg az úgynevezett SS generálisok csarnokát. Az volt az elképzelés, hogy a Vatikán mintájára itt hozza létre a harmadik birodalom spirituális központját. Ez lesz, ahogy ő nevezte, a világ közepe. Itt lesz az a tengely, ami körül forog az egész világ. Itt, ebben a lényegében hátborzongató kastélyban. Ennél Dracula-szerűbbet el sem lehet képzelni. A márványpadló közepén az összetett és rejtélyes pogány szimbólum. A fekete nap. A fekete nap egyfajta kozmikus szimbólum. A világ közepéből áradó erő és hatalom jelképe. A csarnok alatt 9 méter mélyen egy másik különös terem. A gruft, azaz kripta. Himmler elképzelése az volt, hogy az elhunyt SS-tisztek urnáit temették volna ebbe a kriptába. A központi ciszterna peremén 12 fülkét alakítottak ki, ahol az emberek meditálhattak volna, kapcsolatba léphettek volna az elhunytak hamvaival, és azon keresztül az SS örökségével, azon keresztül pedig az egykori germán királyokkal. Az SS a náci párt korai időszakában alakult. A politikai mozgalom 1919-ben jelent meg, a Németország első világháborúban elszenvedett katasztrofális vereségét követő káoszban. Elveszítették a háborút, majd óriási pénzügyi válság tört ki, ami így együtt az értékek és a hit teljes összeomlásához vezetett. A válság következtében hiperinfláció alakult ki. Az emberek megtakarításai egyik pillanatról a másikra semmivé lettek. A fizetések értéküket veszítették. Gyakran egy egész zsák pénzzel kellett útnak indulni, ha valaki egy kiló kenyeret akart venni. A nácik a kommunisták és a zsidók összeesküvésében látják Németország bukásának okát, és nemzeti büszkeségre buzdítanak. A nácik jó benyomást tettek a németekre. Nem olyanok voltak, mint a kommunisták, akik gyakran csapzottnak, ziláltnak, fegyelmezetlennek tűntek. Ők okosnak látszottak. Megvetve a demokráciát jelentő kompromisszumokat, újfajta politikát, erőskező irányítást és katonai dicsőséget ígérnek. A németek mindent beleláttak ebbe a pártba, amit látni szerettek volna. Ez a párt sikerének a titka. A hatalomra jutás felgyorsítása érdekében a nácik erőszakhoz folyamodnak. Kiképzett gengszterbandák fenyegetik, verik, vagy akár gyilkolják a politikai ellenfeleket. Ezen bandák legfanatikusabbja az SS, azaz Schutzstaffel, aminek jelentése védőosztag. Az SS gyorsan felfelé törekvő alakja Heinrich Himmler. 1929-ben a Führer parancsára átvettem az egész birodalomban minden SS egység, összesen 280 ember irányítását, hogy megbízható elit szervezetté tegyem a párt számára. Heinrich Himmler 1900-ban született alsó középosztálybeli családban Németország déli részében. Himmler nem nevezhető az árja Superman archetipusának. Nem szőke, nem magas és nem erős. Sőt, kifejezetten mindennek az ellenkezője.
Az a típusú gyerek, akitől mindenki fél az osztályban. Ő volt ugyanis a besúgó, aki mindent jelentett osztálytársairól az apjának, az iskola igazgatónak. Maga az apja született bűnözőnek írta le a fiát. Himmler 19 éves korában Münchenbe megy, hogy mezőgazdasági tanulmányokat folytasson. 1923-as diplomázása után nem talál munkát. Rengeteg szabadidejét ezért a náci politikának és a titkos áriakultikusok tanulmányozásának szenteli. Himmler megszállottan hitt a legfelsőbbrendű faj egykori létezésében, amely azonban korrumpálódott. De némi erőfeszítéssel megtisztítható és megerősíthető lenne. 1929-ben, nem sokkal azután, hogy Himmler az SS vezetője lesz, a náci párt nagy lökést kap a Wall Street-en, majd az egész világon végig söprő válságtól. Németország már így is gazdasági nehézségekkel küzd, és a helyzet hirtelen még rosszabb lesz. A nácik nem késlekednek kihasználni az alkalmat. A végtelenségig ismételgetett szlogenjük "Ébredj Németország". Mintha tehát Németország csak elaludt volna. A nácik szerint Németországot csak egy újfajta vezető ébresztheti fel. Az 1933-as választásokon a párt elnyeri a szavazatok többségét. Hitlert kinevezik kancellárnak, aki ezek után egyre szorosabbra vonja az ország gyeplőjét. Hitler mellett Heinrich Himmler és az SS. Adolf Hitler célja, hogy nemzedékünknek új kezdetet biztosítson. A német karma predesztinálta őt arra, hogy a világ germán kultúrájának megmentője legyen. Az új náci államban a Himmler által vezetett SS átveszi az ellenőrzést a nemzeti biztonsági szolgálatok és a rendőrség felett is. És ez még csak a kezdet. Himmlernek sokkal nagyobb, sokkal nagyra törőbb tervei voltak annál, mint hogy az SS pusztán valami rendfenntartó erő legyen. Az ő elképzelése szerint az SS Németország ideológiai elitjévé kell, hogy váljon. Az SS, ami véderőként, rendőrségként kezdte, hirtelen ennél valami sokkal elittebb, sokkal intenzívebb helyzetben találta magát. Sose felejtsük el, hogy mi egy lovagrend vagyunk, amiből senki sem léphet ki, amiben mindenki a vére, a teste és a lelke által kerül be. Himmler inspirációja a középkori lovagrendek, a templomos vagy a teuton, más néven német lovagok, vagy akár Artúr király legendás kerekasztal lovagjai. Mániákus ábrándozásai az egykori lovagiasságról és lovagokról késztették arra a gondolatra, hogy az SS lesz a náci Németország új szuper lovagrendje. Egy ifjú SS katona naplójából ismerjük meg az új náci lovagrend csábító erejét. Teljesen magáévá tett az égető vágy, hogy ehhez a néphez tartozzak. Szabadulni akartam gyerekes és szűkös életemtől. Valami nagyszerűhöz, valami fundamentálishoz akartam kötni magam. Minden az SS-be újonnan felvett tag a lovagrendhez való tartozást jelképező gyűrűt kap. Ez a halálfejes gyűrű. Újatokra húzom az SS halálfejes gyűrűjét. A rúnák és a velük szemben álló halálfej ősi múltunk szent jelképei, amelyeket a nemzeti szocializmus filozófiája ismét életre kelt. Büszkén viseljétek gyűrűtöket! Ezek a szertartások még engedelmesebbé tesznek, és megszűnik a kritikai gondolkodás arról, amit teszünk. Kérdés nélkül megteszünk mindent, legyen az bármilyen szokatlan vagy furcsa.
Így aztán később, ha majd a személyes erkölcsi meggyőződésünk ellenében kell cselekednünk, már nem számít és nem is emlékszünk rá, milyen volt, amikor még önálló véleményt alkottunk a dolgokról. A Wewelsburgi kastély 1935-ben lesz az SS kultusz központja. Elkezdődhetnek az igazi szertartások. A titokzatos pogány hitvilág a nácik szerint a több ezer évvel korábbi germán hitvilággal azonos. Ez a harmadik náci evangélium. A pogány istenek evangéliuma. ...1933-ban a nácik hatalomra jutnak Németországban. Adolf Hitler korlátlan hatalom birtokosa, oldalán Heinrich Himmlerrel, a náci elitosztag az SS parancsnokával. Hitler a politikai agytrözt. Himmler a vallási újjászületés mérnöke, aki a német kereszténységet a pogánysággal akarja helyettesíteni. Himmler abban hisz, hogy a pogányistenek élő emberek voltak, akik talán még mindig léteznek a világon, és varázslatos szupererővel rendelkeznek. Hit a szupererő létezésében. A pogányistenek evangéliuma. Heinrich Himmler 1900-ban született. Fiatal korában spirituális átváltozáson esett át. Fiatalságunk egy belső nehézségekkel, belső elutasítással és küzdelmekkel teli időszak. Apám a családi hagyománynak megfelelően meggyőződéses keresztény. De soha nem beszélgettünk vallásról, kivéve amikor a keresztény egyház politikai kártékonyságáról és romboló hatásáról vitatkoztunk, és amiben egyetértettünk. Most Hitler van hatalmon. Eljött a visszafizetés ideje. Dióhéjban összefoglalva, a nácik megpróbálták kitörölni a kereszténység 2000 éves történelmi hagyományát. Tekintetünket az aranykor felé kell fordítanunk. Amikor északi őseink az új kőkorszakban, 3-4 ezer évvel Krisztus előtt felállították azokat a hatalmas köveket. Himmler számára az, hogy német, egyenlő volt a germánnal, az ősi pogány germánnal, és ebben őszinte meggyőződéssel hitt, egy új korszak embere volt. Himmler kiváló helyzetben volt ahhoz, hogy ezeket a számunkra őrült ötleteket a gyakorlatban is megvalósítsa. Közép-Németországban egy erdő közepén állnak az úgynevezett külső kövek, németül Externsteine. 5 furcsa alakú oszlop emelkedik az erdőben. A nácik számára ez szent hely volt. Az egyház egy ideig próbált a keresztény kegyhelyé alakítani. Keresztény motívumokat véstek a kövekbe. Ám a nácik számára valójában a pogány imádat, a pogány helyszíne volt. Többségük szemében ez a germán Stonehenge. Náci kutatók szerint ez a hely egykor véráldozatok szertartásának helyszíne volt. Minden ezoterikus rendszer az emberáldozatot az istenség kiengeszteléséhez nélkülözhetetlen eszköznek tekinti. Amit ma kivégzésnek nevezünk, az az emberi véráldozat maradványa. Ennek a világnézetnek elengedhetetlen velejárója az emberáldozat. Az emberáldozat számukra tökéletesen elfogadható volt. A különböző civilizációk világszerte éltek az emberáldozattal. Az aztékok, a maják, de van rá példa Európában, Afrikában és Ázsiában is. Azt gondolták, ez az istenek igénye volt. Himmler az Externsteinéra, mint Németország autentikus pogány részére tekint. Ami ráadásul alig pár kilométerre van a Wewelsburgi kastélytól, az SS új főhadiszállásától. 1935-ben pogány szertartások sora veszi kezdetét. A szertartások rendezője az önjelölt pogány szakértő Karl Maria von Willigut.
Karl Maria von Willigut egykori katonatiszt, aki ismerős vendég volt az elmegyógyintézményekben. Az őrült fickó őrült ötletekkel archetípusa. Willigut úgy véli, ő az ősi ária királyok reinkarnációja. Willigut azt mondta Himmlernek, hogy 10 000 évre visszamenőleg képes felidézni a reinkarnációt. Hogy minden egyes reinkarnációra tökéletesen emlékszik. Ami azt jelentette, hogy pontosan emlékszik az ősi germán vallásra is, ami még a paleolit korban a rómaiak eljövetele előtt dívott. És Heinrich Himmler, a náci Németország második legerősebb embere, hisz neki. Ő volt a megfelelő fickó, aki segít megteremteni a náci pogányvallást, mert a fickó mindenre emlékszik. Himmler Weistor fedő néven közvetlen munkatársaként alkalmazza Willigutot. Weistor képes volt ellátni új mesterét ősi árja rovásírásos varázslatokkal, imákkal, rituáleikkal, és persze mindenek előtt a több ezer évig törzsi életről felidézett saját emlékeivel. És ez maga volt a manna Himmler számára. Úgy érezte, közvetlen kapcsolatba került az ősi germán múlttal. Willigut azt mondja Himmlernek, 228 ezer évre képes visszaemlékezni. Efelett az 1920-as évek német filmjeiben szörnyekkel, törpékkel és lényekkel benépesített világ felett ária óriások uralkodnak. Ez egy alapvetése a náci ideológiának. Az ősidőkben létezett egy óriás faj, már pedig az árják ugye óriások voltak. És most itt az idő, hogy az árják ismét óriások legyenek. Himmler ezt táplálta bele az SS új vallásába. A náci tervek lényege, a történelmi tények tagadása, visszatérés az ősi mítoszokhoz és legendákhoz, megágyazván a következő náci evangéliumnak. Az ária történelem evangéliuma. 1935. Szent Iván éjjele. Fiatal SS tagok gyűltek össze az erdőben egy furcsa pogány szertartásra. Ha egy a pogány hitvilágban gyökerező vallást szeretnénk meghonosítani, számítunk is az ilyesmire. A nyári napforduló ünnepe. A pogány idők egyik fontos eseménye. A náci szertartások naptárában fontos helyet foglalt el a nyári napforduló ünnepe. Ugyanúgy, ahogy a keresztény vagy más vallási naptárakban is vannak fontosabb ünnepek. A kereszténység előtti időkben a nyári napforduló a világosság győzelme a sötétség felett, az élet győzelme a halál felett. A téli napforduló alkalmával a fény átadja helyét a téli sötétségnek. A karácsony, a húsvét, meg a többi kuka. Hogy miért? Mert visszatérünk az ősi pogány ünnepekhez, az ősi pogány ünnepek pedig a nap imádatáról szólnak. A német nép ismét elfordult a keresztény elméletektől és a keresztény tanításoktól, amelyek több mint 1000 évig folytogatták Németországot, és amelyek elszakították gyökereitől a német népet, sőt, majdnem a faj kihalásához vezettek. Az SS emberei levélkoszorút, a termékenység pogány jelképét viselik. A napforduló ünnepségének csúcspontján a koszorút a lángok közé dobják. Az égés jelképezi Németország felemelkedését, ahogy azt ebben az SS újoncainak írt versben leírták. A válasz a küzdelem, míg Németország láncait lerázván még egyszer nem egyesül. Lángok martaléka a gyűlöletes korlát, mely a mai napig elválaszt testvért a testvértől. Lángok. A mindannyiunk szívéből áradó fény, mint lángoló fákja a földön. A nácik a német történelem és kultúra ápolására is kitalálnak ünnepeket.
Ezen az alaposan kidolgozott felvonuláson az emberek középkori lovagoknak öltöztek. Mellettük pedig a modern idők lovagjai, az SS tagok. A német nemzeti öntudat nagy mértékben a történelmen alapul, és a nácik ezt a végletekig kihasználják. Újra akarják teremteni, de leginkább új nemzeti öntudatot akarnak kialakítani. Ezért kicsipegetnek a német múltból ezt-azt, és kombinálják saját hitvallásukkal. A Wewelsburgi kastély, azaz Himmler SS-ének főhadiszállása mellett van a Teutoburgi erdő. Itt állnak az Extersteine néven ismert sziklák, melynek közelében pedig egy régi hős hatalmas emlékműve, Hermann a germán harcos. A Teutoburgi erdőben hemzsegnek a germán mitológia alakjai. Köztük Hermann, a germán harcos, aki az időszámításunk előtt 9-ben legyőzte a római légionáriusokat. Hermann átütő győzelme a római birodalom légiói felett azt jelentette, hogy a rómaiak nem tudták meghódítani a germán törzseket. Ez az 1920-as években készült film az ő életéről szól. A nácik számára Hermann a tipikus árja hős. Hős imádott. A katona iránti áhítat, a csata magasztalása. E gazdag örökségből bőven tudtak meríteni a nácik. A náci történelemből csak egy összetevő hiányzik, a bizonyíték. De Heinrich Himmler SS vezér már rögeszmésen keresi. A Wewelsburgi kastély egy új SS egység, az Annenerbe főhadiszállása is lesz. Aki látta az elveszett Fridláda fosztogatóit, el tudja képzelni az Annenerbét. A Fridláda náci keresői minden keletkezett iratot közvetlenül ennek a levéltárába küldtek. Ha ön tudós és nem kap munkát egy hagyományos egyetemen, nagy valószínűséggel felveszik az Annenerbébe. Csak annyi dolga van, hogy vonalakat húzogasson, és olyan gondolatokat vessen papírra, amiket Himmler hallani szeretne. És ő a pogányságról akar hallani. Az SS Annenerbe hamar a náci tudósok központjává válik. Ezek a náci értelmiségiek a hagyományos és általuk zsidó fertőzöttnek titulált eszméket ápoló egyetemekkel szemben tevékenykedtek. Választania kell, most vagy soha. Vagy velünk tart, vagy ellenünk van. Figyelem! Addig álljon a mi oldalunkra, amíg nem késő. A náci tudósok részletes tanulmányokat készítettek az úgynevezett autentikus árja kultúráról. Külön figyelmet szenteltek az ősi rúnák néven ismert írásos jeleknek. Rúnákról jellemzően Észak-Európában, a kereszténység előtti időszakban beszélhetünk. Jelentésük megfejthetetlen, de a nácik hiszik, hogy képesek feloldani a titkot. Csak a rúnák súghatják meg, mi igaz ezen a földön. A rúnák a mi népünknek súgják meg, mert mi birtokoltuk őket elsőként. A rúnák ismerete itt ver a szívünkben. Az Annenerbe feladata, hogy megtámogassa, majd egy kis régészkedéssel megfűszerezve visszaadja a náci elméleteket. Erőfeszítéseik egész Németországra kiterjednek. Himmler ellátogat egy Berlin közeli Annenerbe ásatásra. A következőket keressék. Mindent, ami az árja kultúra világának egyértelmű lenyomata. Ilyen a lesújtó kalapácsból kilövellő villám, valamint Thor isten szobrok, amelyeken kis kézi fejszéje villámokat szór. Kérem, hogy gyűjtsék egybe az összes képi, szobrászati, írásos és mitológiai bizonyítékot. Meggyőződésem, hogy azok nem a természetben előforduló villámlást,
hanem elődeink egy korai, magasan fejlett háborús fegyverét ábrázolják. Az Annenerbe hamarosan meg is találja a megfelelő bizonyítékot. Midőn szorgos kutatómunkánk során leástunk a német anyaföldbe, alig néhány arasznyira a földfelszín alatt réz, ezüst és aranytárgyakat találtunk. A kivitelezés bonyolultsága és minősége, művészi és esztétikai megjelenítése még nekünk, modern és technikailag fejlett embereknek is csak nehezen megfejthető. Ez persze teljességgel nonsens. Himmler Annenerbéje olyan meséket talál ki, amilyeneket hallani akar. Ebben a Németországban nagyon fejlett a kultúra, a tudomány, és egyszer csak jön egy kis iskolás, majd átváltanak egy másik területre, mely terület a fajelmélet, az Atlantisba, a misztikus erőkbe vetett hit. Ez a mai napig szinte felfoghatatlan változás. Az ember, aki a történelem legrettegettebb titkos rendőrségét vezette, hitt az összes ilyen lehetetlen dologban. Fontos lenne ezt megértenünk. Az SS régészeti kalandjai azonban még csak most kezdődnek. Heinrich Himmler feltett szándéka, hogy megtalálja a legendás erekjét, ami a kereszténység közel 2000 éve alatt meg annyi írót és tudóst bűvölt már el. A Szent Grált. Az 1930-as években a Wewelsburgi kastély a náci SS főhadiszállása. Vezetője Heinrich Himmler, egy középkori lovagrend, Arthur király és a kerekasztal lovagjai mintájára igyekezett formálni. Wewelsburg a náci Camelot, és ahogy azt Arthur király is tette annak idején, Himmler is elküldi embereit, hogy felkutassák az ősi erekjét. A Szent Kehely evangéliuma. Mit ér a Wewelsburg kastély vagy Camelot a Szent Kehely nélkül? Himmler véresen komolyan gondolta, hogy megszerzi a kehelyet és kiállítja Wewelsburgban. A Szent Grál az a kehely, amiből állítólag Jézus az utolsó vacsorán ivott. De vannak olyan verziók is, miszerint abba gyűjtötték Jézus vérét, miután keresztre feszítették. A legenda elbűvölte a középkori európaiakat, akik szerint a kehelynek varázsereje van. Meggyógyítja a betegeket és örök életet biztosít. A náciknak erről is megvolt a saját elképzelésük. A Szent Grál nem az a kehely, amiből Jézus az utolsó vacsorán ivott, és nem is az a kehely, amiben a keresztre feszítésekor a vérét gyűjtötték. Himmler számára a kehely egy pogány erekje, egy ősi kehely, vagy talán egy ősi kődarab, aminek hatalmas okkult ereje van. Otto Rahn, fiatal német történész, kutatásokat végzett a Szent Grálról. Munkája felkeltette Himmler okkult tanácsadójának, Karl Maria von Willigutnak a figyelmét, és ezzel örökre megváltoztatta Rahn életét. Otto Rahn szabadúszóíróként tengette napjait, mikor is egyszer csak felbukkant Willigut. Nagyon érdekelte Rahn könyve. Willigut Himmler figyelmébe ajánlotta a művet, aki teljesen le volt nyűgözve. Himmler magához hívatta Rahnt, és visszautasíthatatlan ajánlatot tett neki. Mit szólna, ha az SS állandó és fizetett írója lenne? Rahn, a nincstelen szabadúszó, azonnal bekapta a horgot, és elkezdett az SS-nek dolgozni. Rahn elutazott Montségur ősi romos várához, a dél-franciaországi Pireneusokba. A középkorban ez volt a katároknak nevezett keresztény eretnek szekta utolsó erődítménye. A katárokat kíméletlenül üldözte az egyház, de a legenda szerint ők voltak a kehely titkos őrzői is. A népszerű legendának régóta létezett egy mellékága, miszerint a Szent Kehelyet a keresztesek fedezték fel a 11. században, és ők hozták vissza Európába.
1244-ben a francia király serege ostrom alá vette Monségurt, hogy kiűzze onnan a katár eretnekeket. Jó pár hónappal később a katárok megadták magukat, majd a Dombaljában lemészárolták őket. 220 férfit, nőt és gyereket égettek el egy hatalmas mágián. Rán helyi emberektől hallott információi szerint azonban egy maroknyi katár a végső csata során a várfalon átmászva elmenekült, és magukkal vitték hitük szent erekjéjét is. Vannak, akik szerint ez a szent erekje a Szent Grál. A katarok néhány embert Szent Grállal a hónuk alatt hagynak elmenekülni, amit aztán valahol a Ségur-hegy barlangjaiban ásnak el. Helyi legendáknak hitelt adó Rán elkezdi átkutatni a Monségur alatti titokzatos barlangrendszert. Csak ide rejthették a katárok a szent kejhet 700 évvel ezelőtt. Bizonyítékot talált arra, hogy éltek katarok ezekben a barlangokban. Írásokat talált a barlang falán, amik azt mutatták, hogy a katarok bizony ott jártak és valamit el is rejtettek. Visszatérve Wewelsburgba, Himmler épített egy külön termet, ami a Grál terem nevet kapja. Ha én vagyok Otto Rahn, féltem volna, hogy meg ne halljak. Nem csalódhat bennem Himmler. Fel kell mutatnom valamit, be kell neki bizonyítanom, hogy már nyomon vagyok, mert ha nem teszem, a napjaim meg vannak számlálva. Nem nehéz elképzelni, mekkora volt rajta a nyomás. Valaki kap egy lehetetlen feladatot, amit senki a világon nem tudna teljesíteni, mert soha senki nem találta meg, még a híres Indiana Jones sem. Senki nem találta meg az elveszett Fridládát. Senki nem találta meg a szent kelyhet. Soha senki nem talált ilyesmit. Erre Himmler azt mondja, hogy de neked meg kell találnod, és rájössz, hogy halálra vagy ítélve. Rán jelentést küld Himmlernek. Azt írja, talált jeleket, és már nyomon van. Pedig nincs semmiféle nyomon. Senki sem lehet abban biztos, hogy nem ugratták-e a helyiek, akik már eddig is nem egyszer keresték a Szent Grált. Rán kétségbe esik. Csak megy a pénz, Himmler pénze, és a vadászat még mindig eredménytelen. Nincs más választás, mint menni, és minél tovább keresgélni a barlangban, és minél távolabb lenni Himmlertől. Míg nem aztán végképp nincs más választás, mint hazakullogni, és szembenézni a valósággal. Nem szívesen lennék Otto Rahn helyében. Ez nagyon távol áll a tudós világtól, amikor a kutatásainkkal valamit fel tudunk mutatni. Itt az SS mondta meg, mit kell felmutatni. Rahn visszatér Wewelsburgba. Noha Himmler csalódottsága kezelhető, Rahn tudja, hogy az SS-ben nincs helye a sikertelenségnek. Rán elsősorban esztéta volt, egy intellektuál. Homoszexuális volt, és ezek már önmagukban sem voltak szívesen látott tulajdonságok az SS berkein belül. Rán fájdalmas és kínos kettős életet kezdett élni. Csak időkérdése volt, hogy Himmler számára is kiderüljön az igazság. Homoszexualitása kiderült. Rán kérvényezte, hogy kiléphessen az SS-ből. Nem mellékesen ő volt az egyetlen, aki ilyen kérvényt nyújtott be. 1939. egy márciusi délutánján felment a tiroli hegyekbe, majd fél évvel később megtalálták a holttestét. Egyértelmű volt, hogy öngyilkosságot követett el. Rán halála a nácik Szent Grál vadászatának végét jelentette.
Himmlernek hamarosan újabb rögeszméje támadt. Megpróbálja bizonyítani a náci fajelméletet. Az Annenerbe kutatóit a világ igazi gyökereihez küldte. Egy távoli királyságba, Tibetbe. Célunk, hogy méréseken, az arcvonások és formák feljegyzésén és lefényképezésén keresztül tanulmányozzuk a jelenlegi faji antropológiai helyzetet, valamint, hogy anyagot gyűjtsünk az északi faj arányáról, eredetéről, jelentőségéről és fejlődéséről ezen a vidéken. A náci tudósok átkelnek a világ legszélsőségesebb vidékein, lóháton kelnek át a Himaláján és a tibeti fennsík hatalmas sivatagán. Az SS elveszett ősei az árja szupermenek mitikus fajának nyomát keresik. Himmler meg volt róla győződve, hogy az ősi árják Tibetben telepedtek le, ami egyfajta menedékként szolgált a világon tapasztalt árvizek elől. Úgy vélte, Tibetben rátalálnak az ősi árja civilizáció értékes nyomaira. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a 20-as, 30-as években teljes rejtély övezte Tibetet. A lámák rejtélyes hatalommal bírtak, és ez nagyon fontos volt a nácik számára. A tibeti lámák a levitáció képességével bírtak, elviselték a szélsőséges hideget, falon jártak, látták a jövőt és a múltat. Az SS tanulmányozza a tibeti kultúrát, a földet, és elemzi a tibeti faji jellegzetességeit. Amit a tibetiek éreztek, nem került feljegyzésre. Idejük nagy részét arra fordították, hogy a tibetiek testét, a koponyájukat és a karjukat méricskélték, hogy kiderítsék, van-e valamilyen faji kapcsolat az európaiak és az árják között. Lévén, hogy az árják sosem léteztek, a nácik nyomukat sem találták. Noha igencsak igyekeztek. Himmler feltehetően csalódott volt, hogy nem találtak bizonyítékot az ősi árják tibeti jelenlétéről. Ellenben nagy örömét lelte az SS jelképekkel színesített hivatalos jelentés. Otto Rahnnal ellentétben a tibeti kutatókat mind kitüntették a kudarcért. Mindannyian megkapták a halálfejes gyűrűt, az SS-hez való tartozás és a náci evangéliumokba vetett hit jelképét. Azok közül is a legfontosabb a Führer Adolf Hitler evangéliuma. Az 1930-as években a németek minden korosztályának kijutott a nácik kultuszszerű manipulációjából és agymosásából. A náci párt nem abban az értelemben volt politikai párt, ahogy azt mi értjük. Egy kultusz volt. Ez a kultusz mindenkit beszippantott, és mindenkit agymosás alá vont. Olyan környezetben kell létezni, amiben a propaganda és az emberi érzelmek manipulálása azt sugallta, a lehetetlenre is képesek vagyunk. A Führer evangéliuma. 1934-et írunk. Németország önjelölt megmentője Nürnberg kisvárosa felé repül. 250 000 ember gyűlt össze a köszöntésére. Ez a híres dokumentumfilm az akarat diadala mutatja, ahogy, mint valami félisten, a felhők közül alászáll. Az egész város lázban ég. A Führer, Adolf Hitler megérkezett. Müncheni rokonaim beszélgettek erről gyerekkoromban. Valaki azt mondta, hallgassuk meg Hitler beszédét, mert az egészen biztosan nagy élmény lesz. A dalok, a menetelés és a tömeg féktelen lelkesedése, meg ahogy Hitler szinte masszírozta, az ujja köré tekerte a hallgatóságot. How he had them in the palm of his hands. Buzgó ifjú nácik énekelnek és szavalnak Hitler tiszteletére. Ha mindenünket elkéred, amink van, odaadjuk neked, mert hiszünk benned. Hűséges küt teszünk neked, amit senki
Még te sem. Csak a halál tud megtörni. A tömeg egy város széli nagy stadionban gyűlik össze. Az izgalom hullámai magukkal sodorják a náci híveket. Ezer szemből csillant fel az utolsó remény. Ezer szívből tört fel a néma kiáltás. A Führer. Tégy minket a szolgáddá. Uram, szabadíts meg minket. Extatikus élmény lehetett. Magával ragadta a népet, és ezáltal új értelmet nyert minden. És az új cél a minél nagyobb tömegek mozgósítása. Mint egy foci meccsen, vagy egy rockfesztiválon. Az emberek önmagukból kifordulva, mint a zombik, elvesztik önállóságukat, és együtt sikítoznak a tömeggel. Ahogy Hitler fogalmazott, az egyén csak egy apró féreg, ám tömegben hatalmos sárkánnyá változik. A nácizmus a saját színpadi fellépéseihez rengeteg vallási liturgiát és jelképet is felhasznál. Kihasználva, az ember természetes igényét a vallás gyakorlására vagy az áhítatra ebben az új világi formában. Hitler a nagy megmentő, hosszú ideje létező hagyományára épített. És valóban, úgy imádták, úgy magasztalták, mint egy megmentőt. A legmodernebb technológia azokhoz a németekhez is eljuttatja a Führer kultuszát, akik soha még csak nem is jártak Nürnbergben. A film felhasználása nagyon hatékony volt. Olyan embereket is elért, akik nem jártak gyűlésekre. Így viszont a képernyő előtt úgy érezték, mintha ők maguk is ott lettek volna a gyűlésen, mintha ők is részesei lettek volna. Náci filmesek a manipuláció mesterműveit készítik el. Amikor valakivel szemben ott áll ez a hatalmas tömeg, majdnem olyan hatalmasnak érzi magát, mint Hitler, mintha ő is az emelvényről nézne le a tömegre. Ez nagyon erős hatást vált ki, de amikor a kameraállás változik és újra a tömegből néz felfelé, ismét a tömeggel azonosul, szinte alávetettnek érzi magát, hiszen ott áll kiszolgáltatva a Führernek. Az ember úgy érezheti, hogy ő semmi ebben az új náci világban. Csak akkor nyer valami értelmet a lét, ha az életét a Führernek és rajta keresztül a nemzeti szocializmusnak ajánlja. A németek a gyermek születésétől tanítják Hitler imádatát. A német fiúknak nincs más választása, mint csatlakozni a Hitlerjugendhez katonai és politikai kiképzésre. A lányokat arra ösztönzik, hogy elsajátítsák a nácik által hasznosnak tekintett nőies ismereteket. Németországban mindenkinek megtanítják a birodalom hivatalos köszönését. Herr Hitler! Így szólítják fel a Führert, hogy gyógyítsa meg Németország sebeit. A nácik azt mondják, Heil. Ez németül nem csak azt jelenti, hogy üdv, mint üdv Cézár, hanem azt is, hogy gyógyítani. A Führer evangéliuma erősebb, mint a törvények. Legyenek azok akár a természet törvényei. Ha belegondolunk, ezek az emberek vezetnek egy országot. Ezek az emberek hajtják végre a világ legkiválóbb hadműveleteit. Ezek az emberek tömegpusztító fegyvereket fejlesztenek. És ezek az emberek pszichotikusok. Nem volt szükségük tudományos bizonyítékra ahhoz, amiben hisznek. Az árja tudomány evangéliuma. A nácik hatalomra jutása előtt Németországnak több Nobel-díjas tudósa volt, mint bármely más országnak. A nácik számára az a kellemetlen igazság okozta a legnagyobb gondot, hogy a Nobel-díjas tudósok nagy része nem csak német állampolgár volt, hanem zsidó is.
A berlini egyetemen Albert Einstein kidolgozta a relativitás elméletet, az emberiség egyik legnagyobb intellektuális előrelépését. De Einstein zsidó, ami a nácik számára azt jelenti, hogy az elméletei, beleértve a relativitás elméletet is, tévesek. Einstein kifejtette a kozmoszt szabályozó alaptörvényeket. A nácik alternatívát szeretnének. Ekkor rukkol elő a különc német fizikus Hans Hörbiger a még nála is különcebb világi ég elméletével. Abban az időszakban egymást követték az őrültebbnél őrültebb náci elméletek, de a legőrültebb Hörbiger világi ég elmélete volt. Úgy vélte, hogy a világ az univerzum helyett egy jégtömbből jött létre. A világi ég elmélet szerint a tejút egy hatalmas jéghegy szigetcsoport, ami még az idő kezdetén, amikor a gigantikus jégkocka belecsapódott a napba, jött létre egy jeges nagy boom során. A náci tudósok e fantasztikus elméletet meg is teszik a hivatalos állami kozmológiának. Míg Hitler rendet tesz a politikában, Hans Hörbiger rendbe teszi a tudományos téveszméket. Az örök jég doktrinája a német nép újjászületésének hírnöke. Elképesztően nagy őrültség. Semmiféle valóság alapja nincs. Nem magyarázza meg, mi a nap, ami nekünk ellentétben Hörbigerrel nem annyira tűnik jéggolyónak. Hörbiger szerint a nap egy nagy jéggolyó. A nácik jég elméletét csak az univerzum faj elmélete szárnyalja túl. Végtére is ők a hó és a jég földjéről jöttek. Ez volt az eredetük, a jég. A jég szép, a jég dicsőséges, és a jég fehér, ami elég jól illeszkedik a faj elméletükbe, anélkül, hogy ezt bővebben kifejtenék. A világjég elmélet még egyes náciknak is szélsőséges. Náci tisztviselők jóvá hagyják, hogy valaki anélkül is lehet igaz nemzeti szocialista, hogy hinne a jég elméletben. Ezzel szemben a nácizmus központi tételében kötelező hinni, és ez a legfelsőbb rendű áriafaj. A legfrissebb és legkörültekintőbb faji kutatásaink eredményei alapján büszkén állíthatjuk, mi vagyunk a legrégebbi nép a Földön. Náci tudósok leírják az egykori aranykort, melyben az áriák uralkodtak. Vér és föld, otthon és vezér, egy napsütéses év az istenek és a hitek felett. Ezeket, valamint a szekuláris hatalmakat szolgálták önként, és nem szolgáljan, büszke eleink. Himmler álma, hogy visszahozzák az elképzelt aranykort, és újjáélesztik a legfelsőbbrendű áriafajt szelektív tenyésztéssel. A germán nép a sors és a történelem betetőzése, ami nagyon régen, az ősidőktől kezdve nemzedékeken és évszázadokon keresztül tökéletesedett. A változatos öröklődési tényezők figyelembevételével tudatosan választjuk az északi, germán vért. Amióta germán vér csörgedezik ereinkben, viseljük népünk létfontosságú jellegzetességeit. Az ária tenyésztési projekt motorja Heinrich Himmler. Úgy véli, az SS katonák a legmegfelelőbb tenyészállomány. Ellenőrzi a szexuális életüket, a házasságukat, a családtervezésüket. Azzal, hogy a kultusz vezérei a házasodást is az ellenőrzésük alá vonják, az emberek életének legszemélyesebb és legintimebb dolgaiba nyernek betekintést, ami nagy hatalmat ad. Ha valaki ellenőrzése alatt tudja tartani a házasságkötéseket, a szexualitást, az emberek pénzét, gyakorlatilag az egész életük felett uralkodik. Rendünk létrehozásával, mint egy növénynemesítő, próbálunk visszatalálni egy jó ősi vérvonalhoz, amelyet korábban meggyaláztak és lealacsonyítottak.
Nagyon szigorúan fogunk szelektálni. És aki nem megfelelő, azt elvetjük. Minden SS tag derék, bátor katona és tiszta vérű. Fontos, hogy hozzáillő, megfelelő árja mennyasszony találjon magának, hogy garantálva legyen az utódlása. Innentől kezdve a házasság egy csomó árja gyerek kitermeléséről szóló paktum. Minden kapcsolatban kötelesek vagyunk figyelembe venni a vér, a szelekció és a keménység elveit. Mert a természet törvényei szerint, ami kemény, az erős, az jó. Ez az archív film mutatja be a náci tenyész projekt működését. Ezek az ártatlan kisbabák mind a legfelsőbbrendű faj létrejöttére születtek, hogy majd egykor ők uralkodjanak a világ felett. A náci hitvallás szerint a világ meghódítására indított háború csak akkor lehet sikeres, ha megtisztítják saját fajukat. Mivel Németország a 20-as, 30-as években elfajult, hosszú évek tenyésztésével lehet csak elérni, hogy a végső győzelemhez szükséges erős faj újjászülessen. A tenyészprogramnak és a vérszelekciónak még évekig kell tartania, amivel egy időben ki kell zárni mindazokat, akik karakterük, akaraterejük, és így a vérük miatt hozzánk alkalmatlanok. Ha majd az árják ismét ősi dicsőségükben élnek, teljesül a nácik álma, hogy az alsóbrendű fajok fölött uralkodjanak. Addig is a 30-as években Hitler kiépíti a világ legerősebb hadigépezetét. Célja az alacsonyabb rendűek leigázása az ezer évig tartó német birodalomban. Ez a fajok háborújának náci evangéliuma. A nácik a legfelsőbb rendű árjafajnak tekintik magukat, kiknek küldetése, hogy uralkodjanak a világ felett. A háború a náci hitvallás elválaszthatatlan része, mivel amíg fajok vannak, konfliktusok is lesznek. Küzdelem a túlélésért. Nem lehet egyszerűen egymás mellett élni. Katonailag meg kell küzdeni egymással. A faji háború evangéliuma. A nácik hisznek a fajok közötti konfliktusban, az egyik legnagyobb tudományos munka nyakatekert értelmezésével. Charles Darwin evolúció elmélete. Darwin írt a legerősebb túléléséről, ami azt jelentette, hogy a gyengébb lemarad. Ezt ültették át a náci fajelméletbe. Úgy hitték, ők a legerősebbek. Charles Darwin elméletében a fajok alkalmazkodnak a környezetükhöz, és az, aki a legjobb, amit ő legfittebbnek nevezett, túlél és a legjobban boldogul. A folyamatos alkalmazkodás és fejlődés a magyarázata a természet csodálatos változatosságának. De Darwin egy szóval sem említett emberi fajokat. Számára az ember egyetlen egy, különösen sikeres faj. A tanai ebben az értelemben torzultak. Van egy természetes szelekció, ami folyamatos konfliktust jelent, amit ők úgy értelmeztek, hogy Darwin megengedő a küzdelemmel szemben. A természet vörös a fogaktól és karmoktól. Ha valaki hisz a fajelméletben és az evolúció elméletben is, két választása van. Vagy te vagy a probléma, vagy te vagy a megoldás. Vagy az alsórendű fajhoz tartozol, és akkor lemaradsz, vagy a felsőbbrendű fajhoz, azaz mehetsz a következő szintre. Uralkodhatsz a világ felett. Tiéd az egész földgolyó. A nácik számára a fajok közötti verseny egyik megnyilvánulása a sport.
Különös tekintettel az 1936-os berlini olimpiára. Hitler hisz abban, hogy olimpikonjai megmutatják az ária felsőbbrendűséget. A német edzőtáborban forgatott propagandafilm idealizálja az ária fizikumot. Csak az első osztályú példányok képviselhetik Németországot. Az edzések egy része meglehetősen furcsa, de a nácik nagyon komolyan veszik az olimpiát. Sajnos azonban az olimpia nem igazolja Hitler hangoztatott elméletét. Jesse Owens afroamerikai atléta 4 aranyérmet nyert, köztük a 100 métert. De a náci teória szerint az atlétika csak próbaüzem a fajok közötti igazi versenyek sorában. Háború. 1939 nyarán Hitler a háború szélére sodorja Európát. Nagy-Britannia és Franciaország megpróbálkozott a békekötéssel, de a béke nem szerepel a náci evangéliumokban. Még a háború a norma, ami nagyszerű újításokat és nagyszerű hőstetteket szül, addig a béke, az örök béke, a civilizáció vége. 1939. szeptember 1-én Hitler csapatai keleten átlépik a lengyel határt. Nagy-Britannia és Franciaország korábban támogatásukról biztosították a lengyeleket. Megoldási javaslatuk egy ultimátum Hitlerhez. Elhagyja Lengyelországot, vagy háborúba lépnek. Hitler nem tér ki. Hitler egyfajta messiásnak látta önmagát. Hitler elhitte magáról, hogy ő fogja elhozni a megváltást a többi emberi fajnak. Ez az, amit meg kellett tennie. Otthon ücsörögve nem lesz senkiből messiás, fel kell forgatni a világot. Szeptember 3-án Nagy-Britannia és Franciaország hadat üzen Németországnak. Ezzel kezdetét veszi a második világháború. Az elkövetkező 6 évben 4 kontinens dúl fel, és 61 millió életet követel. A nácizmus olyan, mint a cápa. Mozognia kell, hogy életben maradjon. Folyamatosan háborúzik. A béke, a békés egymás mellett élés nem szerepel a programjában. Le akarták igázni a világ népeit. Ez volt a nagy terv. Először Európát, aztán szépen tovább a világ többi részét. Ázsiát meghagyta a japánoknak, Észak- és Dél-Amerikát egyelőre meghagyta volna szabadnak. Viszont kiterjedt egyesületi hálózatot hozott létre szerte Észak- és Dél-Amerikában is. Arra készült, hogy az összes amerikai kormányt is megdönti. Hitler következő hadművelete Lengyelország után Nyugat-Európa megtámadása. 1940 májusában lerohanta Hollandiát, Belgiumot, és Franciaország is hamar megrogyott. A briteket visszaszorítják a La-Manche csatorna másik oldalára. Európában biztosítottnak tűnik a náci uralom. Csak Churchill dacol vele, és a brit Royal Air Force hősies győzelme megállítja a náci előrenyomulást. Ez Hitler első veresége, de tekintetét hamarosan egy még nagyobb terv felé fordítja. 1941. júniusában masszív támadást indít a Szovjetunió ellen. A titáni küzdelmek és a bámulatos győzelmek sok némettel elhitetik, hogy valóban ők a legfelsőbbrendű faj. Télre Hitler csapatai Moszkva kapujában állnak. Ebben a kritikus pillanatban a náci tudomány őrültsége segít megfordítani a történelem kerekét. Valahol a náci jégvilág emberei és az összes előrejelzésük azt jósolta, hogy Oroszországban enyhe lesz a tél. Tehát a náci hadsereg, a Wehrmacht télen is nyári egyenruhát viselt. Télen, abban a szörnyű orosz télben. Ami ezek után történt, az egyik legrosszabb téli kaland lett. A farkasordító hidegben rengeteg német katona halt meg, ami szörnyű katasztrófát okozott az elmehunyt tudományon alapuló német hadseregben.
De az őrült náci elméletek nem az egyetlen módja Németország meggyógyításának. A náci evangéliumok alapján a Szovjetunió megtámadásának alapos oka van. A nácik az oroszokat, a szlávokat alacsonyabb rendű fajnak tekintik, és a kelet meghódítása az árják küldetése. Valójában azzal, hogy 1941 nyarán megtámadja a Szovjetuniót, majd fél évre rá hadat üzen az Egyesült Államoknak, Hitler több ellenséget zúdít a saját nyakába, mint amennyivel elbír. Hamarosan az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország és a Brit Birodalom együttesével találja magát szemben. De még így is további 3 évig tart, hogy keleti és nyugati bekerítő hadművelettel legyőzzék Németországot. 3 év, mely alatt a náci faji háború a történelem legsokkolóbb bűncselekményeit hajtja végre. E bűncselekmények az összes náci evangélium logikus következményei. Az elvetemült eszmék először a titkos árja kultuszokban jelentek meg. A titkos árja kultikusok és a holokauszt közötti kapcsolat ott van valahol mélyen elásva az árja legfelsőbb rendűségben, s a zsidók ellen vívott csatáikban és küzdelmeikben. Ha egymás mellé állítunk egy árját és egy zsidót, ha az archetípusok egy valamilyen kozmikus csatában megküzdenek, a titkos árja kultikusok és a náci ideológia már könnyen be tudja azonosítani, hogy a zsidók megsemmisítése az egyetlen megoldás arra, hogy az árják a világ urai lehessenek. Hitler győzelmeivel 9 millió zsidó kerül a nácik ellenőrzése alá. Itt az esély, hogy a nácik egyszer s mindenkorra véghez vigyék úgynevezett faji háborújukat. A végső megoldás Himmler SS-ének feladata lesz. Ők a civil tömeggyilkosságok, a koncentrációs táborok és a gázkamrák úttörői. Az utolsó náci evangélium az összes közül a legborzalmasabb. A népirtás evangéliuma. A nácik úgy tekintenek a II. Világháborúra, mint a legfelsőbb rendű áriafaj, a németek, és az alacsonyabb rendű fajok, mint az oroszok és más szlávok, de főleg a zsidók közötti háborúra. Heinrich Himmler számára ez a végső csata ebben a titáni küzdelemben, ami most 1000 évre megoldódik. Addig, amíg ember él a Földön, az emberi főfajok és az emberi alfajok közötti küzdelem a történelmi norma. A német népnek a zsidók ellen folytatott háborúja bolygónk életének természetes velejárója, amióta világ a világ. A népirtás evangéliuma. Das Judenviertel von Jonava. A Hitler által újonnan meghódított területeken Himmler SS-e a faji háború lebonyolítója. Feladatuk a zsidók megsemmisítése. Vagy, ahogy a nácik nevezik, a végső megoldás. Azt hitték, azzal, ha kiiktatják azokat, akik lemaradtak az evolúcióban, megmentik az emberi fajt. Ez egy elképesztően sötét koncepció, de elég csak végig tekintenünk a háború folyamatán, hogy lássuk, mennyire komolyan vették ezt a borzalmas koncepciót. Az első tömeggyilkosságra 1941-ben egy kelet-európai erdőben kerül sor. Himmler SS-ének munkacsoportja csordában terel férfiakat, nőket és gyerekeket a halálgödör felé, majd ezrével lövik őket le, szünet és mindenféle szánalom nélkül. Egy 1943-ban a holokauszt tombolása idején az SS tiszteknek tartott dermesztő beszédében Himmler azt mondja, a gyilkosok legyenek büszkék az elvégzett munkára. A legtöbben majd megértitek, mit jelent, ha 100 holttest hever egymás mellett. Vagy 500.
vagy 1000. Szemünk se rebbenjen, és maradjunk tisztességesek. Ez az, ami keménnyé tesz minket. Ez történelmünk könyvének dicsőséges oldala. Egy 22 éves SS újonc, bizonyos Karl Kretschmer, a családja legyilkolásának másnapján írt levele arról árulkodik, mennyire undorodik attól, amit csinál. Ám azt is megtudjuk, mennyire erősítik döntésében a náci evangéliumok. Nagyon komor hangulatban vagyok. Ki kell ebből kerülnöm? A halottak látványa, köztük gyerekek és nők, nem nagyon vidám. De nem szabad, hogy a gyengeség a halott emberek oldalára állítson. A legjobb módja ennek, hogy gyakrabban kell ilyet tennem. Utána már megszokássá válik. Minél jobban belegondolok ebbe az egész vállalkozásba, annál inkább arra jutok, hogy ez az egyetlen lehetséges útja annak, hogy megvédjük népünk biztonságát és jövőjét. Rendületlenül hiszünk a Führerben, ami elég erőt ad ahhoz, hogy végrehajtsuk nehéz és hálátlan feladatunkat. Az olyan fiatal embereket, mint Kretschmert, kebelébe zárta az elképzelhető legnagyobb gonosz. Úgy vélem, a náci evangéliumok motiváló erőként és indoklásként is működtek. A kiontott vér indoklásaként. Hogy levegyék a kivégző osztagok válláról a nyomást, a náci mérnökök kidolgoznak egy személytelenebb tömeggyilkossági módszert, egy gigantikus vonat-tábor-gázkamra komplexumot. A holokauszt 1944-ben éri el csúcspontját, amikor a hitleri Németország már recseget, ropogott. Semmilyen katonai indoka nem volt annak, hogy a haláltáborokat a háború végéig fenntartsák. Rengeteg erőforrást vont el, ami katonailag értelmetlen. Mégis egészen a háború végéig működtek a táborok. Őszintén hittek. Ha valaki igazán hitt ebben az ideológiában, nem okoztak neki problémát a haláltáborok. Ahogy a szövetségesek haladtak kelet és nyugat felől Németország felé, megtalálták a haláltáborokat. Miután a náci rémtettek napvilágra kerültek, az elborzadt világ csak annyit kérdezett, miért? Még most is ez a kérdés. A történészek csak nem olyan régen kezdték mélyebben beleásni magukat az SS hit világába. De a nemzeti szocializmus önmagában is motiváló tényező volt. A gyilkosok hittek abban, amit csináltak. A történészeknek sokat kellene tudniuk az életről, hogy az emberek mit miért csinálnak. És főleg, hogy miért képesek ilyen borzalmas tettekre. Ez egy olyan terület, amit a történészek nem szívesen vállalnak fel. Nem akarnak belelátni a fenevad belsejébe. 1945. április 30-án Adolf Hitler, miután elvesztette a háborút, öngyilkosságot követel berlini bunkerében. Május 22-én Heinrich Himmlert elfogják a britek és háborús bűnökkel vádolják. De még mielőtt bíróság elé állna, bekap egy ciánkapszulát. A náci evangéliumok velük együtt halnak meg. A túlélő náci vezetőket háborús bűnösként bíróság elé állítják. A per helyszíne Nürnberg, mivel egy évtizeddel korábban ez volt az első náci tömeggyűlés helyszíne.
A háborús bűnöket vizsgáló bíróság segít a németeknek szembenézni a nevükben elkövetett atrocitásokkal. És sokan elkezdenek azon tűnődni, vajon hogyan hihettek ennyien a nácik torz álmaiban, és miért működtek velük együtt. Hogy megértsük, mi történt 1933 és 45 között Németországban, a náci hitvallások nem csak hasznosak, de elengedhetetlenek is. Az eszméknek következményeik vannak. Legyenek azok az eszmék furcsák, vagy szélsőségesek, szánalmasak, vagy őrültek, vagy hihetetlenek. Hidd el, mert az emberek hisznek a hihetetlenben. A gonosz hatalma és az irracionális eszmék, illetve ahogy ezeket szörnyű rémtettek igazolására használták, ez a náci evangéliumok tanúvallomása. A magyar változat a History Channel megbízásából a BTI stúdióban készült.